tudom, miért van a tengerekben víz. Nyakamon, egy fejkezemen új, éppen 10. Nem tudom, hogy miért oly jó a málna íz. Hallgatom, s nem tudom, mit dalol a csíz. Ma délután tartjuk a Hugo a víziló című amerikai-magyar rajzfilm restaurálási premierjét. Ez egy 1976-ban bemutatott rajzfilm, amit 76 karácsonyán vetítettek a mozikban a gyerekeknek, és hát több mint 40 évvel később eljut ismét a magyar mozivászonra, itt az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Azért is különleges, mert nem csak restauráltuk ezt a filmet, de elhívtuk a film bemutatójára az alkotókat. Nagyon sok magyar animációs filmes ebben a filmben kezdte a pályáját. Kifestőként, rajzolóként, fázisrajzolóként, animátorként. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt a magyar animáció történetében. Ez volt az első koprodukcióban készült magyar animációs film, ahol a rendező, a grafikai tervező külföldről jött, amerikai, illetve angol szakemberek voltak, és itt a Pannonia Filmstúdiót szemelte ki ennek a filmnek a producere, hogy itt lehetne ezt a rajzfilmet megvalósítani. A párnác ő majd a rét, az enyém a föld, az ég, és tudom, hogy egyszer mind valóra válnak még a tündér szép mesék. Egy ilyen egész estés rajzfilmnél a rendezőn kívül nagyon sokszor van egy technikai rendezője, vagy egy úgynevezett animációs rendezője, aki az animátorokkal tartja a kapcsolatot. Ez ebben az esetben Gémes József volt. Neki sem volt még tapasztalata abban, hogy kell egy egész estés rajzfilmet csinálni. Neki is ez egy jó tanulási folyamat volt. Ebben szerzett gyakorlatot, ő utána ugye több egész estés rajzfilmet is készített. A Daliás időket, vagy a Vili a verebet. Ezt a feladatot rábízták, úgyhogy elhívtuk az ő özvegyét, Blair Editet, aki szintén animációs film rendezői végzettségű, hogy mesélje el, hogy milyen volt a férjének ebben a filmben dolgoznia, és itt lesz velünk a film egyik operatőre, Harry Pirén, illetve több stábtag is. Nagyon jó érzés, főképp azért, mert tudom, hogy a többi filmjét is most már lassan digitalizálják, tehát ez azért talán több marad meg belőle. Neki is egy különleges élmény volt, mert hát életében nem csinált még egészes és animációs filmet. És különösen azért volt ez érdekes, mert a film amerikai rendezője, a Bill Feigenbaum, az, mint kiderült, ő Amerikában csinált ugyan filmeket, de reklámfilmstúdiója volt. Az életében nem volt olyan, hogy a rajzfilmet csinált volna, hát még egészes és filmet. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon jó funkciót töltött be a férjem, aki hát végig csinálsz ezt a filmet. A filmet nem magyarországi kópiáról újítottuk föl, nem magyarországi nyersanyagról, hanem Amerikából, a film másik szülőhazájából hoztuk, hozattuk haza. Washingtonban a Library of Congress bocsátott a rendelkezésünkre, tulajdonképpen egy digitális nyersanyagot kaptunk tőlük. Ezt érdekes módon nekünk ki kellett egészíteni, mert a magyar változat egy picit eltér hozban az amerikaitól, és a magyar főcímet szerettük volna eleve a filmre rakni, nem az angol szinkron színészeket, és nem angol nyelvű stáblistával szerettük volna vetíteni, úgyhogy itt kellett egy kicsit ezen igazítanunk, de a fényelése, a képek restaurálása, hangosítás, az mind itt Magyarországon zajlott a Magyar Filmlaborban.